Manapság nem csak kollégiumként, hanem menekült szállásként is üzemel a Nyíregyházi Egyetemen a Campus Hotel. A Megyeszékhely Felsőoktatási Intézménye az orosz-ukrán háború február végi kirobbanása óta folyamatosan fogadja a határon túlról érkezőket. Most is közel 40 fő tartózkodik a Nyíregyházi Egyetem kollégiumában. Igyekszünk nekik nem csak szállás, pusztán szállást biztosítani, hanem gyerekfoglalkozásokat kialakítottunk, olyan gyereksarkot, amiben el tudják ütni szegény gyerekek az időt, akik ide kényszerültek most. Megkérdeztük tőlük, hogy egyébként hogy járnak iskolába, milyen módon teljesítik azokat a kötelezettségeket, ami ugye az ukrán iskolarendszerben is rájuk nézve kötelező. Online módon, tehát ahonikor lehet, akkor online módon csatlakoznak be az oktatásba, és várnak arra, hogy akár családegyesítés útján máshová, vagy pedig haza tudjanak menni. Kedden délután Ruszin Szendi Romulus, a Magyar Honvédség parancsnoka is ellátogatott a Nyíregyházi Egyetemre, ahol az intézmény vezetői és hallgatói előtt beszélt az orosz-ukrán háborúról. Az altábornagy kifejtette, a honvédség a háború kezdetén azonnal a magyar-ukrán határ közelébe csoportosította erőit, és jelenleg is folyamatos a védelem. Itt vannak a lövészerők, itt vannak a feltérítő erők, itt vannak a műszaki erők, itt vannak a harckocsizók, itt van a légvédelem, itt vannak a radarok, itt vannak a helikopterek, itt vannak a grippenek, úgyhogy gyakorlatilag a földön is, a levegőben, sőt a vízen is, hiszen a csónakjainkkal igyekszünk kontrollat tartani a vízi határt is, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy legfontosabb célként támogassuk a rendőrség munkáját és a bevándorlási hivatalnak a munkáját, ugyanakkor felkészülünk a legrosszabbra. A honvédség parancsnoka hangsúlyozta, a NATO biztos védelmet nyújt Magyarország számára, a nemzetközi szervezet pedig a magyar kormánnyal közösen békepárti. Mint mondta, a háború a két ország ellentétes érdekei miatt várhatóan elhúzódik. A közeljövőben legfeljebb tűzszünet elképzelhető. A lehetséges kimenetelekre való válaszokat és intézkedéseket egy nemzetközi államfői találkozón fogalmazzák meg június elején. A NATO-nak a legfontosabb üzenete az, hogy együtt vagyunk. És ha bármi történik, akkor a NATO Észak-Atlanti szerződésének megfelelően a minden NATO tagország fog segíteni annak az országnak, akit atrocitás ért vagy közvetlen támadás. Úgyhogy ez a legfontosabb üzenet. Természetesen aktiváltuk a terveinket, folyamatosan pontosítunk, illetve várható majd az, hogy ennek a helyzetnek megfelelően az Észak-Atlanti Tanács szervezete az államfői gyűlésen az esetleg hoz további döntéseket. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a katonákat különleges tisztelet övezi, a térség pedig a honvédelmi és haderőfejlesztési programnak köszönhetően újra az ország egyik stratégiai pontjává vált. Tavaly Újfehértón adták át Magyarország első honvédelmi sportközpontját, az ország két tartalékos ezredéből az egyik Nyíregyházán működik, és a Miketsz Kálmán Honvédelmi Kollégium is tavaly nyitotta meg kapuit.